A fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásáért, sportjáért és megítéléséért fog dolgozni egy éven át Vasas Vanda, a kerekesszékes szépség királynő. Vakfoci. A sport révén a látássérülteknek nagyobb lehetőségük nyílik az integrációra. Örök nyugalomra helyezték Regőci István atyát. Köszöntöm a Hegyvidék Televízió nézőit, hegyvidéki híreinket látják. Vasas Vanda lett a 2013-as Miss Kalországeri Szépségverseny győztese. Az első helyezett ezentúl egy évig képviseli a kerekes székesek érdekeit és az akadálymentesítés ügyét. Az eseményt másodszor rendezték meg a kerületben található Larus rendezvényközpontban. A legsportosabb versenyzőnek járó díjat dr. Simicskó István, sportért felelős államtitkár, míg a közönségdíjat dr. Váci János, a Hegyvidék alpolgármestere adta át. Sokan jelentkeztek a Miss Colors Hungary idei szépségversenyére, de csak 8-al jutottak be a döntőbe, amit a hegyvidéki Larus rendezvényközpontban tartottak. Az Európában is egyedülálló verseny célja, hogy figyelemfelhívó erejével növelje a kerekesztékesek integrációját. Halmási Nikolász vagyok, 31 éves vagyok, és Szentendrére jöttem. A bemutatkozó kisfilmek mellett a 8 döntős különböző koreográfiákkal lépett színpadra. A zsűrivel párhuzamosan a közönség is értékelte a hölgyeket. A közönségdíjat idén dr. Váci János, a Hegyvidék alpolgármestere adta át. Szerintem ez a verseny az integrációról, egymás iránti tiszteletről, a lehetőségekről és a pozitív gondolkodásról szól, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy másodszor adhatunk otthon neki. 2012-ben is a Hegyvidék, a Larus rendezvényközpont volt az otthona ennek a versenynek, és idén 2013-ban is. És őszintén bízom benne, hogy a rendezvény évről évre egyre jobb, egyre színvonalasabb lesz, és sokáig itt tartjuk a 12. kerületben. A közönség szavazza meg, hogy ki tart 2013-ban a legattraktívabb, legszebb kerekesszékes hölgynek, kerekesszékes versenyzőnek, aki részt vesz ebben a küzdelemben. Az interneten láttam, hogy kikerült döntőbe, a selejtezőket sajnos nem láttam személyesen, hasonló a mezőny, mint tavaly, csinos, okos, tehetséges fiatal hölgyek, akik készek arra, hogy megmérettessék magukat. A közönségdíj mellett a legsportosabb hölgynek járó díjat is átadták. Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél több olyan ismert ember legyen, aki a kerekesszékesek között is képviseli a sport ügyét. A mi részünkről azért volt fontos, hogy eljöjjünk és itt legyünk, mert mi díjat ajánlottunk fel a legsportosabb kerekesszékes hölgy számára. Ugye ez egy szépségverseny, én életemben nem voltam egy szépségverseny, nem is szoktam járni. Ez egy elvi kérdés, mert a szépség szerintem az belülről jön, és azért döntöttünk amellett, hogy mégis támogatjuk az eseményt, mert pozitív, ez több, mint egy egyszerű szépségverseny. És a sport ugye itt jön be a képbe, hogy a sport az segít azt a külső és belső testi és szellemi harmóniát megteremteni, amivel az igazi szépséget megtalálhatjuk. Tehát az tükröződik, legyen az kerekesszékes vagy nem kerekesszékes hölgy, tükröződik a szemében, a tekintetében, az arcában. És én úgy érzem, hogy a sport az arra is megtanít minket és segít minket abban, hogy ezt a bizonyos belső harmóniát megtaláljuk, és ez kisugárzódik jobb esetben az ember arcára is, tekintetében is érződik. Úgyhogy ez egy rendhagyó és sajátos és érdekes szépségverseny. Nem pusztán csak egy esztétikai szépségverseny, hanem érzelmekről szól, a lélek szépségéről is szól. A zsűriben többek között Orosz Barbara műsorvezető, a tavalyi győztes Varga Kata Eszter, Kucsera Zsolt mesterfodrász és Szabó Géza, a helyszínt biztosító cég igazgatója foglalt helyet. Szekeres Pál, a zsűri elnöke azt mondja, az értékelés során mindenki másra helyezte a hangsúlyt, de voltak közös pontok. Ilyen például, hogy a versenyzők rendelkezzenek egyfajta belülről jövő kisugárzással. Nagyon-nagyon fontos volt nekem a mosoly, az őszinte mosoly. Nagyon fontos volt az, hogy esti ruhában hogy néznek ki, amikor egy nőnek igazán nagyon szépnek kell lenni, amikor van lehetőség, ugye az sokszor van olyan nő, akik csak az esküvő az egyetlen alkalom, amikor nagy estébe van, de itt a lányok nagy estében hogy mutattak, az is egy nagyon fontos szempont volt. Illetve minden férfi, hát mit nézünk, hát én is pont azt néztem a lányokon, amit minden más férfi, és volt 3-4 olyan lány, aki annyira sugárzott a kerekesszékből, hogy nem is láttam a széket, pedig mondtam, hogy azt is fogom nézni, hogy a szék mennyire ápolt, mennyire van karbantartva, hiszen az is a ruhája a része egy mozgássérült embernek. De tényleg volt 3-4 olyan lány, aki,
aki így kilebegett a kerekesszékből. A 2012-es Miss Colors Hungary győztese úgy fogalmazott, a tavalyi verseny óta teljesen megváltozott az élete. Mondhatom azt, hogy fenekestől felfordult az életem, tehát ennyi média megjelenés, meg nyilvánosság azért nem volt mindennaposan az életemben, úgyhogy pont annyira változtatta meg az életem, amennyire szerettem volna, hogy megváltoztassa tavaly. A Miss Colors Hungary 2013 a zsűri döntése alapján Vasas Vanda! Gyere Vanda! Ő nyert a királynő, Tina kiputó! A zsűri végül meghozta döntését, több szempontot figyelembe véve úgy határoztak, hogy Vasas Vanda fejére kerül a királynői korona. A lehetőség az ott volt, de nem mertem volna fogadni rá. Ti felelősséggel is jár? Igen. Gyere, gyere. És ezt, akkor ezek szerint vállalod vagy? Igen, nagyon úgy néz ki. Igen, tehát igyekszem mindent tőlem tehetőt megtenni. Vasas Vanda tehát egy évig képviseli az akadálymentesítés ügyét. A Miss Colors Hungary ötletgazdája szerint a szépségkirálynő választás nyomán jelentősen javult a kerekesszékesek érdekképviselete. A megmérettetés sikere miatt a versenyt is egyre többen támogatják. Az első versenynél nehéz volt, a másodiknál már könnyebb volt, tehát ennél a mostaninál. És azért volt könnyebb, mert volt már múltunk. Meg tudtuk mutatni ugye az elsővel, hogy mi egy nagyon komoly színvonalas rendezvényt szeretnénk csinálni. Így volt rá kereslet arra, hogy igenis ebben részt akarnak venni a különböző cégek, és ezért ez könnyebb volt is idén áttörni ezt a küszöböt. A tervek szerint a Miss Colors Hungary-t jövőre ismét megrendezik. Vakfoci bemutatót tartottak a MOM Sportban. A LÁS Egyesület rendszeresen tart itt edzéseket, de azt szeretnék, ha ennek híre minél több látássérült emberhez eljutna. A sport segíti leghatékonyabban a fogyatékkal élők integrációját. Buranics Ildikó, a MOM Sport vezetője a bemutatón elmondta. A tervek szerint néhány hónap múlva nemzetközi labdarúgó tornát is szerveznek a látássérült embereknek. Nem mindennapi labdarúgó mérkőzést rendeztek a MOM Sportban. Ezúttal látássérültek tartottak bemutatót, amit Buranics Ildikó, a MOM Sport igazgatója nyitott meg. A látássérültek Szabadidő Sport Egyesületének focistái arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a látás hiánya nem akadálya annak, hogy sportoljanak, és így csak nem teljes értékű életet éljenek. A LÁS Egyesület focistái egy éve játszanak a MOM Sport pályáján. Azért választották ezt a helyszínt, mert a labdarúgás ezen formájához itt vannak a legmegfelelőbb körülmények. A csapat tagjai szerint az eltelt egy év alatt kiváló közösség alakult ki. Onnan kezdtük igazából, másfél-két évvel ezelőtt, amikor én becsatlakoztam, akkor még szoknunk kellett egyáltalán azt, hogy bekötött szemmel rohangálunk egymással szemben. Én egyébként úgy nagyjából látok napközben 10%-ot, de nekem is fura volt, hogy be van kötve a szemem, és a fülemre és a hallásomra kell hagyatkoznom, de azt gondolom, hogy most már egyébként látszik a csapatjátékán, hogy azért ezt így összeszoktunk, és megszoktuk, hogy így kell mozognunk egymással, és igyekszünk ezt minél több helyen megmutatni, ahogy itt is. A mostani mérkőzésen a látó emberek is kipróbálhatták a játékot. Nagyon bátortalan voltam az elején, teljesen ijesztő volt szinte, hogy nem látok semmit, a távolságokat nem lehetett érzékelni, az volt abszolút zavaró az elején. Azt tudtam, hogy merre történnek a dolgok, de hogy milyen messze lehet tőlem a labda, azt abszolút nem tudtam érzékelni. A szabályok csak néhány ponton térnek el a hagyományos labdarúgástól. A vakfoci csak palánkkal rendelkező pályán lehet játszani. A labdába csörgőt tesznek, a játékosok ennek segítségével nyomon tudják követni a labda mozgását. A kapus kisebb mozgástérrel rendelkezik, mert ő általában gyengélátó. A kapus mögött és a pálya több pontján pedig segítők helyezkednek el. A LÁS Egyesület azt szeretné elérni, hogy minél több látássérült megismerje a vakfocit, mert így nagyobb lehetőségük nyílik az integrációra. A vakfoci Magyarországon egy ismeretlen sportág, annak ellenére, hogy paralimpián már több alkalommal szerepelt, nálunk ismeretlen volt egészen két évvel ezelőttig, amikor is a LÁS keretében kezdődtek meg az első vakfoci edzések. Azóta próbáljuk a lehető legszélesebb körben megismertetni magát a sportágat, mind a látássérültek körében, hiszen ők sem ismerik, mind pedig a látók, a lehetséges közönség körében.
Buranics Ildikó, a MOM sport vezetője azt mondja, a fogyatékkal élők lelkesedéséből az épp emberek is erőt meríthetnek. A tervek szerint néhány hónap múlva a látássérült embereknek nemzetközi labdarúgó tornát szerveznek a MOM sportban. Ahhoz, hogy további nemzetközi eredményeket érjenek el, ahhoz jó lenne, hogyha olyan ellenfelekkel is tudnának játszani, akik nem a saját csapatból kerülnek ki. És arra gondoltunk, hogy hétvégi rendezvényként miért ne rendezhetnénk itt nemzetközi, és nem csak bemutatót, hanem egy igazi labdarúgó tornát. Ez nagyon jó lehetőség lenne a magyar csapatnak is. A vakfoci programot a Magyar Labdarúgó Szövetség is támogatja. A Kútvölgyi Mária engesztelő kápolna kertjében örök nyugalomra helyezték Regőci István atyát, a Kútvölgyi kápolna lelkészét. A temetési szertartást megelőzően a Szent István bazilikában szentmisét tartottak, amin Orbán Viktor miniszterelnök és családja is jelen volt. A szentmisén és a temetésen a hegyvidéki önkormányzatot Fonti Krisztina a polgármester képviselte. Az Isten vándora, így nevezték a 3 héttel ezelőtt elhunyt Regőci István atyát, a Kútvölgyi kápolna lelkészét. Regőci István atya lelki üdvéért a Szent István bazilikában szentmisét mutattak be, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és családja is részt vett. Az atya földi maradványait a Kútvölgyi Mária engesztelő kápolna kertjében helyezték örök nyugalomra. A szentmisén és a temetési szertartáson Fonti Krisztina alpolgármester képviselte a hegyvidéki önkormányzatot. A temetésre Belgiumból is érkeztek gyászolók. Regőci István atya 1915-ben született Látrányban. Teológiai tanulmányait Belgiumban, Brüsszel városában folytatta, és 1943-ban szentelték pappá. Magyarországra való visszatérése után Pesterzsébetre majd Vácra került. Személyesen ismerte Mindszenty József bíborost. Vácon nem csak egy templom felépítésében nyújtott segítséget, de egy árvaházat is létrehozott. A gyermekotthont 1949-ben államosították, őt pedig a kistarcsai munkatársak táborba internálták. Szabadulása után 1957-ben és 1969-ben újra letartóztatták. A büntetés letöltését követően 1972-ben Pest-Lőrincen kisegítőkáplán lett, majd felújította a kerületünkben található Kútvölgyi Mária engesztelő kápolnát, ami mellett zarándokházat is építtetett. 1992-től 10 évig a Váci Fegyház lelkészeként dolgozott, 2000-től pedig a Regnum Marianum elnöke. Regőci István atyát Vác városa és kerületünk is díszpolgárrá avatta. A gyászszertartáson elhangzott, Regőci István atya életét a küzdelem jellemezte, sírfeliratán is ez áll, szeretni és áldozatot hozni. Regőci István atya 98 évet élt. Jézus szíve szerinti pap volt, a lemondások, az odaadás és az áldozat gyakorlatában. Reménnyel tudta befejezni papi életét, papi áldással, és békesség volt a szívében. Békesség, mert átérezte az emberi élet és a papság titkát, szeretni egy olyan szeretettel, amely nem fél az áldozattól, mert a feláldozott szeretet vezet el az igazi életre és a boldogságra. Kedves István atya, búcsúzunk tőled. Hálát adunk Istennek életedért, papságodért és a sok szentmiségért, amelyeket életedben bemutattál. Segíts nekünk, hogy mindig a lényeget vegyük észre életünkben, ahogy te tetted ezt. Mi is megtaláljuk az igazi életet Jézus szívében, és az igazi oltalmat a szűzanya palástja alatt. Béke vele! Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Viszontlátásra!